A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Idén is Mezőfalva adott otthont a Szántóföldi Napok Agrárgép Show-nak, hazánk egyik legnagyobb szabadtéri agrárszakmai kiállításának. Az előző évekhez hasonlóan a mezőgazdasági termelésben, élelmiszer előállításban, állattenyésztésben résztvevők, illetve az agrárium iránt érdeklődők számára kínáltak szakmai programot. Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem a mai NAK Szántóföldi Napok és Agrárgép Show minden kedves résztvevőjét. Külön tisztelettel köszöntöm a körünkbe levő külföldi és hazai mobilitásokat, hogy teljesen pontos legyen. Ezen kívül örülök, hogy ennyien idén is összejöttünk, és tudom, hogy tavalyi évben azt mondtam, hogy imádkozzunk az esőért, hát nem egészen hallgattattak meg az imáink. Amikor azon gondolkodtam, hogy mit mondjak itt ebbe a szűk 5 percbe, ami rendelkezésemre áll, David Berkeleynek jutott eszembe egy mondása, amikor, ahogy ő fogalmazott, az a közösség sikeres, amelyik szilárd alapot tud készíteni abból a kövekből, amit rádobálnak. És bizony, ha végignézzük itt a Agrárgép Show NAK Szántóföldi Napok történetét, akkor kőből azért volt bőven, tudom a kezdeteket, amikor azt mondták, hogy képzelitek, hogy itt csináltok ilyen gépsót, szántóföldi napokat. Hát bejáratott brand szerint van az országban nem is egy. Ember nem fog idejönni. Neveteket is hogy tudjátok ilyenhez adni? Na hát az meg, hogy ingyenes és nincs horribilis belépti díj, nincs parkolódi, mert teljesen mindegy, hogy melyikbe jön le úgymond a haszon. Hát ez azt fogja jelenteni, hogy boldog-boldogtalan idejön, nem a szakemberek, hanem mindenki. Hát, ahogy nézem, inkább a boldogtalanok nem jönnek ide, mert aki idejön, az valamilyen módon boldog, hiszen a jövőt akarja megcélozni, akár a tudással, akár más dolgokkal. És hát természetesen volt az utolsó, nem az utolsó, de az egyik, hogy na hát egész évben itt fajta bemutatókat őrizgetni, el fogják lopni, letarolják, gombás lesz, kiszárad, a víz elrohasztja, és hagyd ne mondjam ezeket a dolgokat. Hát szerintem az itt lévők meg tudják ítélni, hogy ebből mi lett a valóság. És amikor tényleg elgondolkodunk azon, hogy mitől lett ez a szántóföldi napok keresett és a szakemberek körébe igencsak jelzett dátum, akkor azt kell mondanom, hogy pontosan tudjuk, hogy egy ujjal, nem hogy követ, de még egy kavicsot sem tudunk felemelni, vagy ha igen, akkor nagyon macerásan. De mindazok a szervezeteknek a vezetői, és Mezőfalvai ZRT-t is beleértve, akik itt vannak mögöttem, azok több ujjal egyet akartak. Egyet akartak, mégpedig azt, hogy a magyar mezőgazdaság színe javát, jövőjét, innovativitását meg tudjuk itt mutatni. Igenis, a jövőben mutatóan Mezőfalvai ZRT részvételével is, és remélem ezt követően is, olyan közösség alakult, amelyik szilárd alapokon nyugszik. És ha már ennél a kőhasonlatnál maradunk, akkor pontosan látjuk, hogy a mezőgazdaság egén most is vannak azért kisebb-nagyobb kövek. Akár a klímaváltozásról beszélünk, akár a piaci zavarokról beszélünk, akár a háborús inflációról beszélünk, és pont ezekre ad választ a Mezőfalva
megrendezendőnak Szántóföldi Napok és Agrárgépsó, hogy mindenki meg tudja ismerni azokat a fajtákat, azokat a gépeket, azokat a technológiákat, amivel otthon ő is szilárd alapot tud képezni. Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke kiemelte, a Szántóföldi Napok és az Agrárgépsó remek alkalom arra, hogy technikákat, gyakorlatokat mutassanak be, és segítsenek a gazdálkodóknak abban, hogy a klímaváltozáshoz sikeresen tudjanak alkalmazkodni. Büszkék vagyunk rá, hogy ez egy valóban sikeres rendezvényén nőtte ki magát. Tibor mesélt az indulásról, a kihívásokkal teljes startról, de most ott tartunk, hogy valóban egyre növekvő népszerűség mellett egyre jelentősebb látogató létszámmal, akár külföldről is ide látogató vendégekkel tudunk büszkélkedni. Az idei esztendőre kíváncsiak vagyunk, hogy ez az időjárás ez elveszi a kedvét a látogatóknak az ideérkezéstől, vagy inkább a rendes parasztember nyugalmával eső után úgyse tudok csinálni otthon semmit alapon, eljövök egy ilyen szakmai programra, hát holnap este majd etélen biztosan okosabbak leszünk. Minden évben választunk egy témát, amikor felhúzzuk a rendezvénynek a programját, az idei esztendőben ez a fenntarthatóság. Ez a fenntarthatóságról nagyon sokat beszélünk, szinte minden egyes agrárrendezvénynek része. Egy kicsit már olyan, mint a világbéke a szépségversenyeken, tehát hogy anélkül nincs rendezvény, agrárrendezvény, hogy a fenntarthatóságról ne essék szó. De nyilvánvaló, ez akkor válik igazán érdekessé, húsba vágóvá, hogyha ezt a saját bőrünkön, a saját pénztárcánkon érezzük. A Szántóföldi Napok és Agrárgépsó egy remek alkalom arra, hogy kiváló lehetőségeket, technikákat, gyakorlatokat mutassunk be, és segítsünk a gazdálkodóknak abban, hogy a klímaváltozáshoz sikeresen tudjanak alkalmazkodni. A tavalyi év aszálya azt gondolom, hogy nagyon nagy lecke volt mindannyiunknak, és arra kell felkészülni, hogy további nehézségek is várnak majd ránk, így aztán a készülést sem visszhatjuk másra. A rendezvényünkön egy másfél hektáron a NAK szakmai színteret alakított ki, ahol gazdag programkínálattal várjuk az érdeklődőket, ott bemutatjuk a környezeti fenntarthatósággal, annak az aktív gyakorlatban kivitelezhető megvalósítási lehetőségeivel az érdeklődőket, hogy lehet például a talajban, a tájban megőrizni a vizet, hogy lehet az agrárerdészetnek a megoldásait jól alkalmazni. Természetesen szakértők is állnak majd rendelkezésre, tehát nem csak látni lehet a programokat, hanem kérdezni is lehet. Ezen a szintéren belül van egy változó klíma, alkalmazkodó mezőgazdaság elnevezésű tematikus tanösvény, ahol a klímaváltozás hatásait és az arra adható megoldásokat igyekszünk felvonultatni. Betekintést adunk a talaj, a víz, a gyep, az erdőgazdálkodás és a fenntarthatóság összefüggéseibe is, és hát elhoztuk néhány eszközét a jégkármérséklő rendszernek, amiről hát nem tudjuk eldönteni, hogy most csinálja az esőt vagy elüldözi. Egyik évben így, másik évben úgy, ennyi iróniát engedjenek meg nekem, természetesen semmi köze nincs hozzá, de mégiscsak akiket érdekel, azok megnézhetik, hogy mégis hogy működik ez a rendszer, milyen elvek szerint igyekszünk a gazdálkodókat a jégkártól megóvni. Tisztelt látogatók! Szántóföldi Napok az a rendezvény, ahol az elmélet az láthatóvá válik, és ráadásul mindezt egy nagyon látványos kivitelben, hisz a gépgyártók, a forgalmazók az idei évben is elhozták a legújabb fejlesztéseket, a legfrissebb technológiákat, gépek, eszközöket, amiket ugye ki is lehet próbálni. Tehát ilyen formában azért a 42 hektáros kiállító tér sok mindenre elég, és alkalmunk van katalógus helyett való megjelenésükben megvizsgálni ezeket az eszközöket, és talán segít is a gazdálkodóknak a döntéshozatalban. Az idei esztendőben is lesznek fajta bemutatók, mikroparcellák, demoparcellák, és azt látjuk, hogy ezekre folyamatosan van érdeklődés, és azt gondoljuk, hogy ezt az igényt nekünk ki is kell szolgálni, mert ez nem attrakció alapvetően, hanem egy segítség a gazdálkodóknak, hogy könnyebben boldoguljanak a jövőben. Szalai László, a Mezőgazdasági Eszköz és Gépforgalmazók Országos Szövetségének alelnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a talajvédelemre és öntözés technológiára koncentráló új megoldások a gazdálkodók számára megoldást jelentenek a jövő kihívásaival szemben. Mindannyiunk számára öröm, hogy az Agrárgépsó az évek során olyan hívószóvá vált, amely egyre nagyobb számban vonza az érdeklődőket. Télen a Hung Expo-ra, fedett jellemzően állógépes bemutatókra,
Nyáron pedig, és most itt a rendezvény legfontosabb eleme, működés közben Szántóföldön megszemlélhető gépcsodákhoz. Mi agrárgépészek folyamatosan keresünk az új megoldásokat a földek egyszerre hatékony és környezettudatos megművelésére. Miközben a gépgyártók innovációi a forgatás nélküli talajművelés irányába haladnak, egyre gyarapszik azoknak a tudatos gazdálkodóknak a száma, akik évek óta ezzel az eljárással művelik földjeiket. Bízunk benne, hogy törekvéseik egyre látványosabb eredménnyel járnak, és sem az időjárási szélsőségek, sem a világméretű gondok nem nehezítik munkájukat. Mezőfalván, mind az állógépes kiállításon, mind a demópályákon megtekinthetők a talajvédelemre és öntözés technológiára koncentráló új technológiák, ajánlom szíves figyelmükbe. A fent említett hatékony és környezetudatos talajművelés érdekében várjuk a jövőbeli agrárgép támogatása vonatkozó megbízható információkat. Egyrészt a fejlesztés irányának a betájolás érdekében, másrészt, mert ezek ismeretében tudunk gépeket rendelni. Sajnos bizonyos gyártó gépeinek szállítása ideje sokszor egy-két évet is igénybe vesz, és akkor még a műszaki vizsgáztatásról nem is beszéltünk. Feloldásra, megoldásra vár a forgalomba helyezés, a rendszámkiváltás jelenlegi helyzete, érvényben lévő szabályozása. Az illetékesek ezügyben tett felbecsülhetetlen segítségét előre is köszönjük. Sok gazda tervezne abban a tudatban, hogy lesz kedvező hitelforrás, igazodva az aktuális körülményekhez, igyekeznek stabilabb befektetésbe helyezni forrásaikat. Erre az egyik alternatíva a modern és értékálló mezőgépek beszerzése. Csak bízni tudunk a csökkenő kamatszintben, amely lehetővé teszi, hogy olyan gépek és eszközök munkába állítását, melyek megoldást kínálnak a munka környezetbarát eredményes elvégzésére. Az említett eszközök egy részét itt és most meg is mutatjuk, egy része autonóm gépek formájában már karnyújtásnyira van, nem a kapunk előtt, hanem az udvarunkban. Egyre nagyobb figyelem irányul a mezőgazdasági, elsősorban a kertészeti robotokra, különös tekintettel a vegyszermentes gyomszabályozós területén. Meg kell gyorsan jegyezni azt is, hogy az autonóm gépek semmit sem érnek hozzáértő, üzemeltető, gépkezelő, szervizszerelő nélkül. A MegFosz egyik legfontosabb célja, hogy segítse a termelők versenyképes munkáját, és hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy ezt a gazdálkodók minél komfortosabb körülmények között végezhessék, nem kevesebbhez, mint a lakosság élelmiszerellátásához, és annak folyamatos biztosítását támogatjuk, és járulunk hozzá ilyen formán. Kérem, éljenek a lehetőséggel, tekintsék meg munka közben is a legmodernebb mezőgazdasági technikákat, és keressék köztük a gazdaságuk adottságaihoz igazodó legelőnyösebb megoldásokat. Jakab István a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke egyedülállónak nevezte, hogy Európa közepén a szántóföldi napok magas színvonalon és minőségben kerül megrendezésre. Beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a hazai mezőgazdasági kihívások között számolni kell az új Európai Uniós jogszabályokkal is. Nagyon sok új gondolat elhangzott előttem. Néhány dolgot, ha megengednek, szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy az első szak köszöneté kell, hogy legyen. Köszönet, hogy itt, Európa szívében ezt az egyedülálló kiállítás, gépsót a szervezők megszervezték. Hisz egyedülálló az, hogy itt valóban mindent működésben, de az egyes fajtákat pedig már termesztett állapotban látjuk. Ez ma Európában sehol nem látható. A másik dolog, három dolgot szeretnék kiemelni, ami a kihívások miatt fontos a számunkra. Ugye az első a Covid utáni háború és annak az összes hatása, következményei bezárólag a piacokkal és az árakkal. A második dolog az, ami a klímaváltozás miatt rendkívüli időjárási körülmények között, ahogy nekünk gazdálkodnunk kell, és mi szükséges ehhez, milyen technológia. A harmadik pedig, megértésüket kérem, de ki kell mondjam, a brüsszeli bürokraták által kényelmes, légkondicionált szobákban kitalált, őrült elképzelések, mely szerint hogyan kell a növényvédőszereket kivonni, hogyan kell a talajművelést egészen más módon végezni, ahogy ezt ők elképzelik, távol az élettől,
és hát ezt a negatív hatást kivédeni talán a legnehezebb. Ha megengedik, mindjárt ezzel a harmadikkal kezdeném. Pontosan ez a mai nap segít nekünk abban, hogy a korszerű, precíziós technológiák megismerésével, ezek alkalmazásával talán valamilyen módon a kijutatott növényvédőszer mennyiséget például tudjuk csökkenteni. De teljes mértékben nem. Azt a hatást nem tudjuk kivédeni bármilyen technológiával is, ami a megfelelő hatóanyagokat, ami megvédi a növényeinket, mondjuk mellőzni vagyunk kénytelenek. Ez nyilván majd a termelés szerkezetben komoly változásokat okoz, és természetesen majd lesz egy újabb időszak, amikor visszatérünk az eredeti változathoz, lehet, hogy más néven. Azonban szeretném kiemelni még emellett azt, hogy a korszerű tudás birtokában azért a versenyképességünket jelentős mértékben tudjuk javítani, ha az itt kiállított eszközöket a gyakorlatban majd alkalmazok az elkövetkező időszakban. A klímaváltozással kapcsolatosan annyit szeretnék megjegyezni, hogy vízgazdálkodás öntözés nélkül az elkövetkező időszakban már nem tudunk versenyképesen gazdálkodni. Azt hiszem, ez valamennyiünk számára egyértelmű. Hiszem, hogy itt is most több olyan technológiai megoldást találunk, ami segíti majd az életünket, a munkánkat. A harmadik, talán ezt hagytam legutoljára, ez pedig ugye a háború és annak összes következménye. Én azt hiszem, hogy most az elkövetkező időszakban ez a legnagyobb kihívás előttünk, hogy reményeink szerint majd már a ránk törő békét következően az elkövetkező időszakban hogyan tudjuk megoldani azt, hogy versenyképessé váljunk egy 40 millió hektár földterületet művelő Ukrajnával, amely, ha nem is teljes jogú tag, de társultanként a piacainkat teljes mértékben, alapjaiban befolyásolja, nyilván nem pozitív, hanem negatív irányban. Azt hiszem, erre felkészülni, ez a közös feladat, biztos vagyok benne, mint ahogy tegnap a V4-ekkel való tárgyalás során, a mai nap is még sokszor szóba kerül közöttünk. Azt hiszem, ez egy óriási kihívás, a mostani döntés sorozat, ez alapjaiban befolyásolja az életünket. A szántóföldi napok megerősítette, a magyar mezőgazdaság fejlődését jól szemlélteti, hogy az egy hektára jutó hozzáadott érték 77,1%-kal nőtt 2010 és 2022 között. Ezek az értékek azok, amelyek számomra többet jelentenek mindennél, ezek a találkozások, ezek a bemutatók. Tisztelettel köszöntöm Önöket az Agrárminisztérium nevében az ország egyik legnagyobb szántóföldi szakmai rendezvényén, amely a NAK és a MegFosz közös rendezésében valósul meg. Köszöntöm az agrárszakembereket, az agrárszakmát tanuló fiatalokat itt Mezőfalván, ahol a mezőgazdasági termelésben, élelmiszerelőállításban, állattenyésztésben résztvevők, illetve az agrárium iránt érdeklődők egyaránt számos szakmai programon vehetnek részt. Az idei szántóföldi napok keretében bemutatásra kerülnek azok az eszközök, gépek, lehetőségek, technológiai fejlesztések és a jó gyakorlatok, amelyek megoldást jelenthetnek napjaink környezeti, gazdasági vagy időjárási kihívásaira, ugyanis megfelelő alkalmazkodás létfeltétele a versenyképességnek. Az időjárásra egy pillanatra. Mi mezőgazdászok mindig az időjárásra szoktunk hivatkozni, ha jó, ha rossz, ha esik, ha fúj, ha hideg van, ha meleg van, de mindig ez a köztársadalomban, a magyar társadalomban mindig egy kis mosolyt fakaszt mindenkinek az arcára, mikor mi erről kezdünk beszélni. Úgy látom, hogy itt is már egy-két mosoly tapasztaltam elmúlt fél percben. Mégis azt kell mondanom, hogy ebben az évben, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim, semmi panaszunk nem lehet. Semmi. Akkor, amikor időjárásról beszélünk, mindig esett annyi csapadék, még az Alföld legszárazabb, legaridabb területén is, ami éppen elégséges volt. Tehát ez az év, ez talán kicsit rácáfol arra, amiről annyit beszéltünk már az időjárás kihívásaira. Nem vagyok időjós, de biztos vagyok abban, hogy az elkövetkezendő
főleg így a medárd napok, ahogy hallottuk, ugye, és ezek az esőfelhők, amelyek itt megközelítenek bennünket, további csapadékot fognak hozni, és már ezek az őszi gabonák, ezek kész vannak. Ezek kész vannak, ezt már nem lehet elvenni tőlünk, és majd a kapások is, amikor már a húzatógép húzza a gerendellyel a kukorica tetejét, akkor már tudjuk azt, hogy ez az utolsó mozzanat. Mégis azt kell mondanom, hogy adjunk hálát a Jóistennek, hogy ezt a Jóisten megadta ezt az időjárási lehetőséget most ebben az évben, 2023-ban nekünk. Emlékeznek még arra, milyen helyzet volt az agráriumban 2010-ben? Vagy arra, hogy milyen ellenszélbe kellett végezniük a munkájukat a gazdálkodóknak, milyen viszonyok uralkodtak 2010 előtt az ágazatban? A mutatók korán sem voltak visszatolak, ám az elmúlt közel 13 évben ez jelentősen megváltozott. A magyar mezőgazdaság fejlődésének jellemzésére legszemléletes példa az, hogy az 1 hektára jutó hozzáadott érték 77,1%-kal növekedett 2010 és 2022 között. Ezzel Magyarország elérte, hogy 5. legnagyobb növekedést az Európai Unióban. Ugyan az elmúlt 2-3 év ellátási zavarai, koronavírus világjárvány, az orosz-ukrán háborús konfliktus gazdasági hatásai, a munkaerőpiaci és a legutóbbi időszak finanszírozási gondjai ezt az ágazatot is sújtották, de nyugodtan kijelenthetjük, nem ingatták meg. A magyar mezőgazdaságban minden nehézség ellenére technológiai modernizáció zajlik, hiszen a számos nehézség ellenére a magyar agrárium szereplői tavaly 680 milliárd forintot költöttek el beruházásokra. A 80% költségvetési forrással finanszírozott vidékfejlesztési program ezekhez a beruházásokhoz 2022-ben 226 milliárd forintot tett hozzá, ami 50%-os támogatási intenzitással számolva azt jelenti, hogy a vidékfejlesztési programnak tavaly 452 milliárd forintnyi fejlesztésben volt szerepe, ami a teljes összeghez képest kifejezetten jó arány. A hazai agrárium termelékenységének további növekedéséhez jelentősen hozzájárul az új mezőgazdasági gépesség és eszközök értékesítése, mely a korán sem megszokott tavalyi esztendőben mégis dinamikusan nőtt és elérte a 385 milliárd forintot. Jól látható, hogy felértékelődnek bizonyos fejlesztési irányok, így az input anyag hatékonyság növelése, a környezeti változásokra való reakciókat segítő beruházások és az energiahatékonyság növelését célzó fejlesztések. Az agrárvállalkozások tudatossága ugyanis elengedhetetlen az alkalmazkodó képesség erősítésében. Miután a szántóföldi növénytermesztésnek kiemelkedő szerepe van az ágazat teljesítményében, a biztató folyamatok mellett szólni kell jelenünk egyik legégető problémájáról, az ukrán gabonának biztosított szolidaritási folyosó kérdéséről. Az előtörténetet azt hiszem mindenki ismeri. Az orosz-ukrán háború kezdetekor zárarrá kerültek az ukrán kikötők, ezért az ukrán gabona hagyományos útvonalán nem tudott eljutni a piacaira, így jött létre a szolidaritási folyosó. Ez azonban jól láthatóan nem az eredeti céljának megfelelően működik. Ukrajna termelési körülményei eltérőek. Termelőiknek más követelményeket kell megtenni, mint az uniós gazdálkodóknak. Így a magyar gabonánál az ukrán mezőgazdasági termékeket lényegesen olcsóbban lehet megvenni, ami minden hazai gabonapiac gyakorlatilag leáll, vagy leálláshoz közelít. A gazdák pedig nehéz helyzetbe kerülhettek. Ha ezeket a termékeket kontroll nélkül beengedi az európai közösség a piacaira, akkor az alapjaiban alakítja át a teljes agrárgazdaságot. Hazánk szolidális Ukrajnával, ugyanakkor a magyar gazdák érdekeit is meg kell, hogy védjük. Ezért több érintett tagállam, köztük Magyarország is egyoldalú importkorlátozó intézkedéseket vezetett be. Ezt követően az Európai Bizottság is importkorlátozó intézkedések bevezetése mellett döntött, amely a búza, kukorica, napraforgómag és repcemag behozatalát tiltja. Ezt az intézkedést épp a napokban hosszabbították meg szeptember 15-ig. Mi szeretnénk ezt még kitolni további hónapokkal.
A tranzitszállítmányokat hazánk eddig sem gátolta, sőt lépéseket tett a termékek továbbszállításának felgyorsítása érdekében. Mi határozottan azt képviseljük, hogy európai szinten kell megoldásokat találni az ukrán mezőgazdasági termékek piactorzító hatásainak kivédésére. Az EU-nak olyan rendszert kell kialakítani és ahhoz forrás biztosítani, ami lehetővé teszi, hogy ezek a termények eljuthassanak a hagyományos felvevő piacaikra. Ebben a helyzetben a végleges megoldást a háború befejezése jelenteni, az ukrán tengeri kikötők újranyitásával az ukrán exportnak fokozatosan vissza kell térni a leghatékonyabb és legkisebb szállítási költségekkel működtethető tengeri szállítási útvonalakra. Ezért is hangsúlyozza a magyar kormány minden lehetséges fórumon, hogy a nemzetközi erőfeszítéseket a háború lezárására kell fordítani. Magyarország érdeke is ezt kívánja, hiszen megtapasztaltuk, hogy még egy szomszédunkban zajló háború is mekkora terheket ró saját gazdaságunkra. A hazai agrárágazat jövője mindezek ellenére reményteljes, hiszen több mint 5300 milliárd forint felhasználásával fejlődhet egészen 2027-ig a magyar mezőgazdaság és élelmiszer a közös agrárpolitika stratégiai terv elfogadásával. Ennek a történelmi mértékű forrásnak a fele uniós, fele hazai kiegészítő forrás. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Jól látjuk, hogy volt honnan fejlődnünk, és nagy utat tettünk meg idáig. Ráadásul enélkül az impozáns fejlődés nélkül az elmúlt időszak változatos kihívásai elviselhetetlen terhet jelentettek volna és jelentenek a szektor számára. Minden kihívás ellenére a magyar mezőgazdaság biztosította a lakosság ellátását jó minőségű, biztonságos élelmiszerrel. Megmutattuk, hogy stratégiai ágazatról van szó, amely megkerülhetetlen nemzetbiztonsági tényezővé vált. Biztosíthatom önöket, hogy a kormány hazai és nemzetközi viszonylatban is kiáll a magyar gazdák érdekei mellett, legyen szó támogatásról vagy brüsszeli érdekképviseletről. Azt kívánom a mezőfalvi szántóföldi napok és agrárgépsó rendezvényeire látogatóknak, hogy minden érdeklődő találja meg a maga számára megfelelő szakmai, technológiai megoldásokat, ötleteket, melyekkel vállalkozásukat, szakmai jártasságukat tovább erősíthetik. Tisztelt kollégák, kedves barátaim, valóban így van, egy ilyen bemutató többet jelent mindannyiunk számára, mint egyszerű gépszemle, vagy egyszerű fajta bemutató, mivel itt mindent együtt látunk, mindenben megfelelő tapasztalattal bírnak a szakemberek, és ezt valóban nekünk otthon kamatoztatni kell. Mert akkor nem csak a lemaradásunk csökken, meggyőződésem, hogy ezeket a terveket, amelyeket megfogalmaztunk az elkövetkezendő években, és ezek a kiállítások, gépsók, szakmai felkészülésben hozzájárulnak, az oktatásról nem is beszélve, hogy mennyire fontos az oktatás színvonalának az emelése, a szakember oktatás Magyarországon, akkor nem csak, hogy utol fogjuk érni a fejlett európai országok mezőgazdaságát, hanem ez az erő ebben a közösségben, ebben a társadalmi összefogásban megvan ahhoz, hogy nem csak, hogy utolérjük, hanem meg is előzzük őket. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.